túl volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az ennivalójuk, hogy azt mondja az anyja a fiának, menjen el és hajtsa el a tehénkét a vásárba. Tarjányi Luca az égigérő paszúj című mesével készült az idei versenyre. Végén, mikor ott lemásznak a paszújon, akkor az ott eléggé vicces lesz pár gyereknek szerintem, mert az ott vicces. Anyukám ugye el kellett altassa az öcsit, és ezért nem mindig szokott nekem mesét mondani, csak ha az Erzsi mama itt van, akkor mindig van nála mese. Most lett egy olyan mesekönyvünk, ami az Erzsi mama szerint nincsen senkinek, és abból egy pár mesét szerintem elmesélhet, mert azok jó mesék. Hát ezért is jók a nagymamák. Luca egyébként a legkisebbek kategóriájában állt ki a többiek elé. Számára több dolog miatt is fontos, hogy szerepelhessen. Leginkább azért, mert ilyenkor mindenki őrá figyel. A Kanizsai Dorottya általános iskolában már több mint egy évtizede hagyomány, hogy mesemondó versenyt szerveznek. Ugye szeptember 30-a a népmese világnapja, Benedek Elek születésnapja, és ehhez ugye a diákoknak, hogy a népmesét még közelebb hozzuk hozzájuk, ezért egy népmese, vagy egy mesemondó versenyt hirdettünk meg, a könyvtár hirdette meg a gyerekeknek, és mindig évfolyamonként szoktuk ezt megrendezni, úgyhogy a gyerekek is a saját tudásukat megmutathatják, hogy mi az, amiben jók, még jobbak szeretnének lenni, és ugye régi van, aki még a régi hagyományos székelyes mondását is feleleveníti. Tehát, hogy tényleg olyan gyöngyszemekre tudunk ilyenkor bukkanni, amit ugye a gyerekek nem is ismerünk, nem is tudunk róluk, de hogy ilyen tényleg nagyon jó kis dolgok sülnek el ezekből a dolgokból. A végtére Mátyás király jött. Mátyás királynak is a fülébe jutott az a kaskatéca híre. Na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes katicával, hozzátok felelében Budára. Hát otthon szépen fölöltöztették katicát, föltörésznyelták, s elindították Budavár felé Mátyás király elébe. És hogy miért is olyan fontos, hogy olvasott meséken nőjenek fel a gyerekek? A képzelőerő, a fantáziája a gyerekeknek hihetetlen nő kell ahhoz, hiszen az életünk is abból áll, hogy nem csak a meglévő dolgainkat, hanem hogy akarjunk is csinálni, hogy mást akarjunk csinálni, és a népmesék, ugye ezek mind olyan dolgok, amik elvonatkoztatnak a valóságtól, ugye a sárkány, a varázslat, a boszorkány, tehát ezek mind ott vannak a népmesékben, és a gyermekeknek ez szükségük van ahhoz, hogy valahol egy mesevilágban is éljenek, hogy ne csak ebben a monoton, digitális életben éljenek és éljek az életüket, hanem egy kicsit ki tudják magukat vonni ebből az életből, és hogy a fantáziájuk meglegyen. Ugye ez kezdődik születésük után, hogy a szüleik mesélnek nekik, remélhetőleg mesélnek nekik, hiszen ez nagyon fontos. Később pedig ahhoz, hogy a gyerekek olvasnak, a szókincsük, a beszédük, az előadó készségük, ez nagyon fontos a gyermekeknek, hogy a mese hallgatástól, a mese olvasásig, a történet olvasásig ez a folyamat meglegyen nekik. Az rendben van, miért fontos, hogy a gyerekek mesén cseperedjenek fel, de az vajon miért lényeges, hogy az egyik gyerek a másiknak meséljen? Értsék meg a többi gyerekek is, hogy erre szükségük van, hogy ők is tudják, ők is meg tudják ezt tenni, tehát nem csak a szülő képes erre, hiszen a gyerek szájából egy mese, az még fantasztikusabban hangzik szerintem, mert az ő kis saját nyelvén, az ő kis kicsi hibájaival ott van, de közben néhány gyerek már annyira jól elő tudja adni magát, hogy bele tudod képzelni magad, és ha egy gyerek mondja a másik gyereknek, akkor rájön a másik gyerek, hogy van olyan dolog, amit jó, hogyha megtanulok, vagy megcsinálok, hiszen ő is meg tudja, akkor én is meg tudom valósítani. Semmi különleges elvárás nincs a fellépőkkel szemben ezeken az alkalmokon azon túl, hogy merjenek kiállni és elmondani mindazt, amit megtanultak. Egy népmesét nem is kell szóról szóra tudni, hiszen a műfaj sajátja, hogy a szöveg változik benne a mesélőtől függően. Az a fontos, hogy az egyéniségük előtérbe kerüljön, és lehetőleg az előadás magával ragadó legyen. Szeressenek és merjenek kiállni, beszélni, elmondani mindazt, amit tudnak.